Lángra lobbantották ezt az autót annak érdekében, hogy aztán a tüzet eloldhassák. A méteres lángok és a hatalmas füst megszüntetéséhez ezúttal azonban nem volt szükség vízre. A katasztrófavédelem szakemberei egy olyan speciális takaróval fették le a járművet, amely akár 2500 fokot is kibír. Az eszköz a hagyományos módszerekhez képest biztonságosabbá és gyorsabbá teszi az oltást. Ezzel mondjuk egy parkolóházban, mély garázsban le tudjuk csökkenteni a keletkező hő füstképződést, sőt az oltó víz során keletkező gőz hatást is, ami rontja a látási viszonyokat, így ki tudjuk zárni, és ezzel is a biztonságot tudjuk növelni. Ezen túl ezt a speciális takarót használhatják a székesfehérvári tűzoltók akkor, ha elektromos autó gyulladt ki a térségünkben. A tűzoltók a takarót nagyjából fél perc alatt rá tudják teríteni az égő autóra. Az eszközbeszerzés a katasztrófavédelem kezdeményezésére a város önkormányzata és a Jövő Mobilitás a Szövetség finanszírozásában valósult meg. Reméljük, hogy azért nagyon majd nem kell használni, de